Mi volt az, legalább egy ilyen élményt légy szíves, amikor így nagyon, nagyon recsegett a léci, nagyon gondolkoztál azon, hogy kell nekünk ez, pakkel. Volt ilyen helyzet, amikor... Nem, igazából nem. Tehát abban a pillanatban, hogy ugye, amit mondtam, az új piacralépési stratégiát Már rendbe így tudtuk építötte tenni, felé. és volt egy iszonyatosan erős pull hatás, de akkora volt, hogy tényleg így nem tudtuk, egyszerűen nem tudtuk kielégíteni azt az igényt, ami megjelent a felhasználók részéről, hogy figyelj, tök jó, amit csináltatok, gyerek, nézzétek már meg, hogy ezzel mit tudtok Nálunk is, nálunk csinálni. is, nálunk is. Nálunk is csináljatok valamit, itt is, itt is, itt is, és nem érzem azt, hogy ennek lett volna olyan pillanat, amikor azt mondtam volna, nincs értelme, mert az emberek visszajelzéseiből is az látszódott, hogy aki nem passzívan ellenállt és ágált ezzel a nagyon, nem akarok agilisan, és az a bedurcizik, hogy az agilis így úgy, nem, hanem egy ilyen, hogy mondjam, egy ilyen várakozó nyitottsággal állt hozzá, a végén mindenki élvezte a vele való munkát. Mert pontosan azért, mert úristen, hogy együtt gondolkodhattunk, hogy úristen, hogy nem csak be vannak szűkül, hanem wow, nem is tudtam, hogy előtte meg utána is vannak Másképp dolgok. számított a szava és a Így van. meglátása. Ugye, tehát a manifestation abban is ott van a business people and developers must work together daily throughout the Így project, van. és ezt lehet szélesebb kontextusban értelmezni. Oké, utolsó kérdés. Mit üzensz a többi olyan change agentnek, vagy transformációs vezetőnek így a nagyvállalati környezetben az eddigi tapasztalataidból, ami őket, nem tudom, kicsit turbozhatná, vagy támogatná? Én azt mondanám, hogy amit egyszer még süldő koromán, most is azért, de még kaptam ezt egy nagyon jó tanácsot, amikor konzultáns voltam, és egy cégen belül voltam ilyen internal salesként, tanácsadóként, és így el kellett menni, és meg akartam javítani az emberek életét, akihez megyek is. Figyelj, tök jó értékpozícionálást csináltam nekik, hogy biztos, figyelj, ha hallgatok rám, akkor megspóroltok x 100 millió x dán koronát, megspóroltok fél milliárd forintot, és hogy mennyire jó lesz nektek, és hatékonyabban működtek meg minden. És az akkor egy nagyon szenior kollégám mondta, hogy figyelj, Soma, ezt felejtsd el. Tehát amikor te mész, akkor felejtsd el, hogy neked mi az értékpozíció, még sales pitched, mert ez nem fog soha működni. Hallgass, hogy nekik mire van szükségük. És itt is ugyanez volt, hogy ugye nekünk lehetett volna egy ilyen víziónk, hogy most hogyan kell. Mit akarok csinálni, mit és akkor akarok menjünk csinálni, végig ezt akarom, rajta. Igen. nézzen ki így, működjön így a cég, működjetek, csináljátok ezt, és ugye megint az lett volna az egészből, hogy ez megint egy pushban vagy, és nem azt hallgatod, hogy figyelj, nekik mire van szükségük, milyen problémákkal szembesülnek, miket akarnak másképp csinálni. És amikor ugye ezek mentén kezdtünk el dolgozni, és nem az, hogy nekünk van egy agendánk, meg egy maturity modellünk, hogy lépésről lépésre, és akkor checkbox csináld ezt, csináld mit azt. Kell pipálni, így mit van. Kell pipálni, hanem ahogy mondtad, ez egy gombolyag, ez egy komplex probléma, aminek nincs vége az agilis transformációnak. Mindig jön egy következő lépés, hogy hogyan lehet jobban csinálni. Itt igazából nekem az lenne a tanácsom, hogy ahelyett, hogy egy ilyen checklisttel, roadmap-el, maturity modellel, meg mit tudom én milyen dolgokkal kezd neki az ember egy ilyen transformációnak. Én az lenne az első javaslatom, hogy üljenek le és hallgassák meg, hogy az üzlet, akik ugye ezzel foglalkoznak, akik ebben kéne dolgozni, ők milyen problémákkal szembesülnek, és próbáljátok megérteni azt a problémát, ahol értelmezni ezt az egészet, hogy itt nekik potenciálisan hogyan segíthet az agilitás, és ebből az oldalról közelítsék meg, mint az, hogy most a régió vagy a tanácsadók jönnek egy 20, 30, 40, 50, 60, 80 oldalas izével, blueprinttel, meg good practice-ekkel, meg anyámtyúkjával. És elkezdik így gyömöszölni. És elkezdik gyömöszölni, és számon kéni rajtatok, hogy miért nem működik. Ez lenne a másik, hogy dolgozzat, tehát abban az irányban dolgozz, ami megoldandó probléma van az üzletnek, ez az egyik. A kettő, a másik pedig az, hogy mindenkinek van egy változási kapacitás, hogy ki mire képes. Mert van, aki jól bírja, van, aki meg olyan sündisznó módjára összegömbölyödik, és ez el kell engedni az ilyen dolgokat. Tehát nem fogsz mindenhozzá jó sikereket elérni a transformációban, azt kell megtalálnod, ahol nyitottság van. És utána
úgyis akik sündisznóval váltak az elején, és látják a másik oldalon, amit csináltál, igen, akkor csak, utána... Csak kinéz. Csak kinéz, hogy akkor... Fú, várjál, akkor nekem is vannak problémáim, látom, hogy milyen jól megcsináltatok a másik oldalon, akkor gyertek ide is segíteni. És hogy így mész tovább, így maga a transformációban is egyre több nyitottság jelenik meg, és egyre jobban kezdett felépíteni azt a nimbuszt, azt a, hogy mondjam... Kultúrát? Talán? Megközelít? Hírnevet? Nem tudnám jól lefordítani, de az hogy kredibilitást adsz annak, hogy ha azt mondod, hogy ezt meg lehet csinálni, és tudod jól, akkor hallgatni fognak rá, hogy tényleg, oké, gyere, segíts. Azt a megkérdőjelezhetetlen hitelességet. Hitelesség, igen, hogy az agilitás az, és ez nagyon fontos, hogy az agilitás az nem a cél. Az agilitás nem a cél. Ez sokszor nálunk is volt probléma, hogy az agilitás nem a cél, az egy eszköz, hogy eljuss odáig, hogy a mindennapjaidban hogyan tudsz hatékonyabban, gyorsabban reagálni és hatékonyabban működni. Igen, és itt a reagálás talán az egyik, az még sokkal fontosabb is, mint a működés. Annyival egészíteni, amit mondtam, én inspirálódtam most így hirtelen belőle, hogy nagyon sokan úgy állnak az Agile-hoz, meg az Agile transformációhoz, hogy be agile. Én ezt nem gondolom, hogy ez helyes. Tehát persze lehet be agile, de az idő, sőt néha évek. De a doing agile, amikor, ahogy te is mondod, hogy problémákon keresztül alakuljon úgy a rendszer, hogy egyszer csak így eljut oda, hogy hopp, már átbillent egy csúpont, és innentől kezdve már lehet be agile. És ez egy következmény, és nem pedig egy elvárás. És egy nagyvállalati környezetben akár csak 1-2-3%-nyi hatékonyság is már óriási hatás. Hát még hogy ebből aztán a később ebbénye még több is kiesik. Oké. Soma, nagyon-nagyon szépen köszönöm én is, a beszélgetést, meg az elmúlt 9 hónapot veled, és akkor még 900-at, hogy akkor toljuk tovább. Ti pedig nyugodtan, ha kérdésetek van, Somához nyugodtan fordulhattok, mint change agentek, és beszélgethettek vele, kérhettek tőle tanácsokat. Nyilván rengeteget beszélgetünk, és én is sokat inspirálódok Somától. Illetve, hogyha gondoljátok, akkor természetesen én is maximálisan nyitott vagyok bármilyen kérdésre. A legközelebbi viszontlátásra. Vigyázzatok magatokra. Sziasztok! És hajrá! Hello.